a piaci helyzet elemzésével és a szereplők érdekeinek ütköztetésével zajlott a szakmai egyeztetés az Agrárkamara tárgyalójában. A fórum fontosságát bizonyította, hogy a beszélgetésen részt vett Jakab István, mint a MAGOSZ elnöke, Feldman Zsolt, agrárminisztériumi államtitkár, valamint Mártonfi Béla, az Agrárkamara országos osztályelnöke is. Baracsi Endre a konferenciáról azt mondta, az almatermelés fontos része a szabolcsi mezőgazdaságnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország almatermesztésének több mint kétharmadát adja. Mind az ipari, mind az étkezési alma tekintetében ez igaz. Országosan átlagosan 550-600 ezer tonna szokott lenni az almatermés. Ettől most sokkal nagyobb termést várnak ebbe az évbe a szakemberek, és ez most már látszik is, tehát az ültetvényeken látszik, és ez bizony azért előrevetít problémákat, generál problémákat, hiszen nem csak nálunk lesz magas az almatermés, hanem ugyanúgy a körülöttünk lévő országban, kiemelkedően Lengyelországban, amely valószínűsíti azt, hogy a piacon nagyon sok lesz az eladandó alma, illetve az almasűrítmény, és ezért is volt nagyon fontos és előremutató az a mostani megbeszélés, amelyet az Agrárgazdasági Kamara kezdeményezett, és amelyben mi is, mint megyei önkormányzat partnerként becsatlakoztuk, hogy próbáljuk meg leültetni azon szereplőket, akik itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az alma termesztésben, akár a feldolgozásban, akár a termelésben jelen vannak, hiszen mindenképpen szükséges az, hogy folyamatos konzultáció legyen. A megy betakarításakor sok probléma volt a termelők és a feldolgozók között, és félve attól, hogy ez az almával kapcsolatban is folytatódni fog, szükséges volt a piaci szereplők és a döntéshozók összehívása, mondta el Rácz Imre televíziónknak a konferencia utáni napokban. A léalma termelők és felvásárlók hosszú távú megegyezése szükséges ahhoz, hogy a piac életképes maradjon, és megfelelő jövedelmezőséget biztosítson a feldolgozók és a gazdák számára is, mondta el a kamara elnöke, majd hozzátette, az étkezési alma piacán is változtatásokra van szükség. Növelni kellene a belsőföldi fogyasztást, az áfával kellene kezdeni valamit, mert a versenytársak ugye van, árakon jelentkeznek meg, hogy ahol már mi 20%-os hátrányból indulunk. Az EKR, a Budapest távolsága, a főpiac Budapest, ez is problémát jelent nekünk hátrányként. Nagyon sokan említették, szinte mindenki azt a veszélyt, hogy nem fogjuk tudni az étkezési almát betakarítani, ha valami rövid időn belül nem születik valami megoldás ezzel a közfoglalkoztatással, akkor még ennyi almát se tudunk jó minőségben, időben betakarítani. Nyilván ez rányomja a bélyegét arra, hogy tárolhatatlan lesz az alma, úgyhogy vannak olyan intézkedési vágyak, amik nagyon rövid időn belül meg kellene oldani, mert egyébként a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még a szabolcsi alma is veszélybe kerülhet. Rácz Imre hozzátette, az almapiacon az árak kilengésének megakadályozására és a jövedelmezőség biztosítására csak akkor van esély, ha a termelők képesek valamilyen érdekképviseletbe tömörülni, a felvásárlók pedig hosszú távú szerződéseket kötni a gazdákkal.